Az uniós csúcs második napján az egész Európát érintő energiaválsággal foglalkoztak kiemelten az állam és kormányfők. Ursula von der Leyen azt mondta, fel kell készülni az Európába irányuló orosz gázszállítások további zavaraira, ezért az Európai Bizottság közös európai kereslet csökkentési terven dolgozik. A testület júliusban mutatja majd be a javaslatot a tagállami vezetőknek. Jönnek a részletek, Noémi. Köszönöm szépen Póca Istvánt, a Batthyány Lajos Alapítvány programvezetőjét kapcsoljuk Skype-on. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ahogy hallottuk a felvezetőben, tegnap az unió bővítése, ma pedig gazdasági kérdések voltak terítéken az uniós csúcson. Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt kapott, egy pillanatra maradjunk még ennél a döntésnél. Ugyanis az unió vezetői történelmi sikerről beszélnek, azt ugyanakkor Brüsszel és a szakértők is előre jelezték, hogy még évekbe telhet, mire ez a két ország valóban uniós tagállammá válhat. Mostani döntés tehát szimbolikus, de mégis milyen gyakorlati előnyöket jelenthet a tagjelölti státusz ennek a két országnak? Ja, nem kis feszültség előzte meg ezt az Európai Uniós csúcs találkozót, méghozzá egyébként pont emiatt a kérdés miatt, hogy Ukrajna, illetve Moldova, illetve tegyük hozzá még Georgiát, ugye rajta volt a listán, kap-e tagjelölti státuszt. Gyakorlatilag átvágta egyébként az Európai Tanács azt a gordiuszi csomót, amit hosszú ideje mondjuk úgy, hogy fontak, és elsősorban egyébként az Európai Parlamentnek a képviselői fontak, akik ugye arról beszéltek, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy Ukrajnát a lehető legrövidebb időn belül egyfajta külön utas, egy külön sávon, egy gyorsító sávon keresztül felvegyék az Európai Unióba. Ugye az Európai Uniónak több tagjelöltje is van már, és ugye a csúcs találkozó legelején sor került egy Nyugat-Balkán-Európai Unió csúcsra, és ugye ezek az országok már a csúcs találkozó előtt is nehezményezték, és a csúcs találkozón is nehezményezték, hogy minthogyha az Európai Unió nem foglalkozna velük, csak Ukrajnára fókuszálna, csak Ukrajna lenne a fontos, Ukrajnának a csatlakozása. Ezt vágták tulajdonképpen át, és ezt oldották meg az állam és kormányfők a tegnapi napon. És ugye a kérdésére válaszolva, tulajdonképpen hogyha az a kérdés, hogy milyen előnyökkel jár, nyilván van egyfajta politikai előnye, van egy geopolitikai előnye, egy stratégiai előnye, amelyek ugye nem feltétlenül megfoghatóak, de van ennek egy gazdasági előnye is, hiszen egyébként az Európai Unió különböző támogatásokat, forrásokat szokott a különböző Európai Uniós programokra folyósítani azoknak az országoknak, amelyek tagjelöltek. Nyilván ugye a cél az az, hogy ezek az országok teljes mértékben fel tudjanak készülni az Európai Uniós tagságra. Ebben a kérdésben tehát sikerült előrelépni, a mai napon viszont a gazdasági kérdésekben nem feltétlenül tűnik úgy, hogy van közös megoldás, amelyet egyébként több uniós vezető is szorgalmazott. Például a belga miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a gazdasági problémák megoldására közös európai válaszokat kell találni. Ugyanezt mondta az olasz miniszterelnök is, aki a többi uniós vezetőt felszólította, hogy tegyék magukat szabaddá júliusra, és rendezzenek egy újabb uniós csúcsot, ahol csak a gazdasági kérdésekkel foglalkoznak. Ezt most a svéd miniszterelnök már elutasította, arra hivatkozva, hogy a különböző országoknak más a kitettségük, mások a problémáik. Mennyire reális várakozás az, hogy születik majd időben egy egységes álláspont, akkor, amikor egyébként még arról sincs egyetértés, hogy egyáltalán szükség van ilyenre? Ugye látni kell, hogy tulajdonképpen az Európai Unió egy olyan problémával szembesül, egy olyan problémát igyekszik megoldani, amit részben saját maga okozott. Nyilván ne vitassuk azt a kérdést, hogy alapvetően egyébként az oroszoknak az ukrajnai beavatkozása a háború okozta a gazdasági problémákatnak a jelentős részét, de azért az Európai Unió ugye mondjuk úgy előre rohant, és egyébként ettől sokan óvták az Európai Uniót, hogy előre rohanjon szankciók és embargók kérdésében, és tulajdonképpen ezek a szankciók már nem csak Oroszországra hatnak, hanem hatnak az Európai Unióra. Tegyük hozzá, és szögezzük le egyébként azt is, hogyha Oroszország szempontjából nézzük ezt az egész történést, akkor Oroszország ugye a tavalyi év alapján, vagy a korábbi évek alapján kikalkulált az idei évre egy összeget, amit ugye beterveztek a költségvetésükbe, ami be fog majd folyni kőolaj és földgáz exportból. Ezt az összeget gyakorlatilag a férjének a közepére Oroszország elérte, hogy annak köszönhetően ennyire felhajtottak a világpiaci árak, nyilván a kitermelési költségek azok drasztikusan nem nőttek meg. Ugye ennek az eredménye az például, hogy Oroszország megteheti, hogy különböző nyugat-európai országokkal szemben ő is úgymond szankciókat vagy ellenlépéseket tegyen,
És ezek a lépések ugye gyakorlatilag csak eltávolítják a feleket egyrésztről, másrésztről pedig megnehezítik a gazdasági problémáknak a megoldását. És azért mondtam azt, hogy az Európai Uniónak ugye részben a saját problémáival is szembesül, saját magát okozott problémákkal is szembesülnie kell, mert ugye már folyik egyfajta gondolkodás, mert korábban is folyt egyfajta gondolkodás, hogy rendben nem itt lehetne kezdeni ezekkel a szankciókkal, hogyan lehetne majd ezt feloldani, egyáltalán fel lehet-e majd oldani. És ugye ne felejtsük el, hogyha nem lenne háború, hogyha nem lennének szankciók, akkor is mindettől független a világpiaci árak folyamatosan növekednének, ugye láttuk ezt a tendenciát az elmúlt időszakban, kőolaj és földgáz tekintetében, láttuk, hogy más ellátási problémák voltak, egyébként nyersanyagok tekintetében, nyilván egyébként az elektronikai eszközöknek a nyersanyagok tekintetében, úgyhogy egy sokszorosan nehéz helyzetben van most az Európai Unió, nem véletlenül javasolták azt, hogy szükség lenne egy olyan csúcstalálkozóra, ami kifejezetten és csak és kizárólag a gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, hogy fel tudják oldani ezeket a kihívásokat. Ja, Ursula von der Leyen bizottsági elnök most úgy fogalmazott, hogy fel kell készülni az orosz gázszállítások további zavaraira, és a bizottság dolgozik a keresletcsökkentési terven. Ez lehet a közös megoldás? És hogyha igen, akkor ez a keresletcsökkentés, ez kire vonatkozik? Mely szektorokra, a lakosságra vagy a vállalkozásokra például? Ugye itt vannak európai uniós javaslatok már az Európai Parlament részéről például, és ugye ezek abban az irányban mutatnak, hogy nem csak a vállalatokat, hanem a lakosságot is megpróbálnak legalábbis középtávon mindenképpen bevonni, és ugye egyfajta mondjuk ki klímaadóval hát beszedni és a lakosság irányába fordítani. Viszont vannak ezzel ellentétes, vagy nem is ezzel ellentétes, de ugyanazt az eredményt elérő jó gyakorlatok, ilyen egyébként például a magyar gyakorlat. Ugye a magyar gyakorlat az arról szól, hogy azokat a cégeket, amelyek ugye energiával foglalkoznak, arra sarkalják, hogy olyan fejlesztéseket vigyenek végbe, amelyek fejlesztéseknek az eredménye az, hogy a lakosság kevesebb energiát használ. Ugye ez arról szól, hogy nyilván akkor függetlenül a világpiaci áraktól, az aktuális piaci áraktól, a lakosság ugye kevesebb energiát fog fogyasztani, mert maguk ugye ezek a cégek azok, amelyek ugye mondjuk azt, hogy innováció tekintetében beszéltünk egyébként üzemanyag innovációról, vagy beszéltünk egyébként más megoldásokról, akár a vezetékeknek, vagy egyéb szállítási módoknak az innovációjáról, felújításáról hasonló kérdésekről, hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Úgyhogy mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a magyar példa az jó példa, hogyha már Magyarországot így szóba hoztam, akkor azért érdemes talán elmondani és kiemelni, hogy a magyar szempontból ez az uniós csúcstalálkozó siker volt, három szempontból mindenképpen ugye az egész egy Nyugat-Balkán csúccsal indult, ugye Magyarország gyakorlatilag kiemelten kezeli az Európai Unió és a Nyugat-Balkánnak a kapcsolatát és ugye ezt az integrációs kérdést. Második ugye az, hogy Magyarország kifejtette, hogy Ukrajnának támogatja az EU-s tagjelölté válását, úgyhogy gyakorlatilag ez is egy olyan kérdés tulajdonképpen, amiben az Európai Uniós csúcstalálkozón a magyar miniszterelnöknek sikerült eredményeket elérni. És ugye a harmadik, amiről részben beszélünk, hogy ne legyenek újabb szankciók, és ezek az új szankciók, ezek egyébként lekerültek a napirendről. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy bár a maga az Európai Uniós csúcstalálkozó össze-európai szempontból mondjuk úgy fél oldalasra sikerült, vagy nem teljesen lehet azt mondani, hogy egy óriási siker. Magyar szempontból azt lehet mondani, hogy ez egy eredményes csúcstalálkozó volt, hiszen ugye nem születtek olyan döntések, amelyek ártanának a magyar érdeknek, viszont születtek olyan döntések, amelyek viszont megfelelnek a magyar érdeknek. Visszatérve még az uniós csúcson elhangzottakra, van egy másfajta megoldás, egy másfajta irány is, amelyet most Olaf Scholz német kancellár fogalmazott meg. Ő arról beszélt, hogy a gazdaság stabilitását a karbonsemlegesség elérésének felgyorsítása jelenteni. Az előrejelzések szerint viszont a baj sokkal nagyobb annál, mint amennyi idő alatt a német kancellár elképzelését meg lehetne valósítani, és akkor még nem beszéltünk az átállás költségeiről egy egyébként is válsághelyzetben. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a karbonsemlegesség, ez egy hosszú távú kihívás, egy nem is kihívás, célkitűzés. Ugye 2050-re szeretné az Európai Unió elérni ezt, és 2030-re szeretnének egyfajta áttörést elérni össze-európai szinten. Ugye ennek jelenleg az Európai Unió közelében sincs, és ugye elmondták különböző piaci szakemberek már azt a problémakört, vagy vázolták azt a problémakört, hogy bizony, hogyha ez a háború nem most tör ki, hanem mondjuk 10 évvel később, akkor az Európai Unió minden akadály nélkül le tudott volna válni egyébként az orosz
kőolaj és gázszállításokról, mert ugye addigra már a célkitűzések olyan szintre viszik ezt a fajta energiafüggetlenséget és energiafüggetlenségnek az elérését, hogy ott már mindenféle probléma nélkül meg lehet tenni. Jelen helyzetben nem lehet megtenni, rövid távon semmiképpen, és középtávon, tehát néhány éves határidőn belül is óriási áldozatok árán egyébként nagyon sok pénzügyi befektetéssel, nagyon sok erőfeszítéssel, nagyon-nagyon sok munkával. És ugye ez rámutat arra, az Európai Unió nincs felkészülve jelen helyzetben még ennek a kérdésnek a nagyon gyors kezelésére, és ha tegyük azért hozzá, hogy Olaf Scholz tett ugyanúgy ilyen kijelentéseket, meg tesz ilyen kijelentéseket, viszont ugye a Németországnak a meghatározó gazdasági ereje, a német ipari szereplők rendszeresen elküldik ezeket a jelzéseket, hogy nem, a német gazdaság nincs erre felkészülve, a német gazdaság nem áll készen, nem lehet a német gazdaságot hosszú távon tönkre menni, mert a német érdek az ez, és emlékeztetik erre. De tegyük hozzá egyébként, hogy most már annyira olyan sikerre tudtak jutni, hogy az FDP-s miniszter kimondta, illetve évben talán nyilván az ipari szereplők kimondatták vele azt a kérdést, hogy a 2035-re kitűzött hagyományos motorok, ugye benzin és dízelüzem motoroknak a kivezetése nem egy reális célkitűzés, és nem szolgálja Németországnak az érdekeit, tehát a német politika nem szavazhat ebbe az irányba. Bóca Istvánnak köszönöm szépen a beszélgetést.